Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mondom, megnézem már milyen motor van ebbe fasz a kis jószágba. Hino motor van benne. Sok teherautó van itt egyébként. Ami Hino. Nem tudom mennyire látszik, amit most mutatok. Egy sima. Sima 4 hengeres Common Rail motor 180 lóval. Komoly szerkezet. Nem semmi. Gyönyörű. Amúgy. Gyönyörű. Kérem szépen, az a helyzet, hogy gyönyörű szép időnk van. A 22 fok volt tegnap. Azért mondom, hogy nincs meleg, mert nincs meleg, de azért a légkondit azért időnként be kell kapcsolnom. Most be is kapcsolom. Ajtóablak nyitva van, nyilván a légkondi is kifelé dolgozik, de itt fújja rám azért kellemes hűvös levegőt. Nem olyan vészes a dolog, teljesen rendben van. Deve Zoli írta valami hozzászólást a tegnapi videóhoz, mert mindig a, ezen a szinten tartáson, meg a szinthúzáson rágódunk. Kérem szépen, a munkagép kezelésnek ez a legsarkalatosabb pontja. Többokból. Mint ezt már nagyon régen kitárgyaltuk, a gépnek minden alkatrésze, a kanáltól a gémig, a lengőgémig körív mentén mozog. Tehát mindig egy körívet ír le, bármelyik műveletet csinálok a gémmel, még a nagy gém is egy körívet ír le, hiszen egy csapon van felforgatva minden, és az körül mozog a maga a gém vagy a kanál. És ezt a körívből kell egy egyenes vonalat csinálni. Nyilván számít az, hogy mennyi a tapasztalat ebben. Mert nyilván, ahogy a Deme Zoli mondja, hát kell hozzá való tehetség. De hát ezt nem szoktam én mondani mindig a tehetséget, mert az ember önmagát ne fényezze. Tény az, hogy azt szoktam mondani, hogy a gépkezelő szakmában is olyan, mint a zenész szakma. Meg lehet tanulni hegedűn játszani. És van, aki egy kocsmai zenész marad, és van, aki meg Paganini. Na most a kocsmai zenésztől a Paganiniig számtalan lépcső van. Ki meddig jut el azon a lépcsőfokokon, amíg a legfelső pont, ugye Paganini. És hát ez, hogy ezt hol helyeztetik el, ez egyenként változik. Gyakorlattól, tehetségtől, szakmaszeretettől, hozzáállástól, emberi tényező, gépnek a tényezője, számtalan tényező összejátszásra ez, hogy melyik szinten nyilván egy az sem mindegy, hogy egy Stradivarival játszik valaki, vagy egy bucsúba vett hegedűvel. Ugye? Ez sem mindegy, nyilván. Tehát igazából az a jó ember, amelyik a bucsóvölt hegedűvel is Paganini szinten tud játszani. az a jó zenész, és az a jó gépkezelő. Jó géppel agyon sem is tudna dolgozni jó géppel. Hát amikor szar géppel kell dolgozni, az az igazi kihívás. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy szinten tartani egy tanult, egy vízszinteset húzni,
ez az alapművelet, amit meg kell tanulni legelsőnek egy gépkezelőnek, és ez végig kíséri. Számtalan, aztán van egy variáció, hogy közművel dolog kiszedni valamit, darúzni, beemelni valamit milliméter pontosan, milyen milliónféle dolog van, de az egyenest húzni, az mindig az alapok közé tartozott, és annál nehezebb, és számtalanszor elmondtam már, annál nehezebb egyenes húzni, minél puhább a talaj. Itt ebben a lényeg most szerintem ez egy kemény talaj, ebben baromi könnyű leszedni bele akár fél centit is. Ha mondjuk egy homokot kell elteríteni mondjuk viakor alá 2 centi vastagon, és a homoknak nincs ellenállása, nem érzed a homokot, na az a kihívás. Na az a szakma. Az a szakma. Mert itt a föld megvezeti a kanalat, te döntöd el, hogy lejjebb nyomod, vagy feljebb emeled, de érzed a földet, ahogy húzod végig a kanalat a földön, érzed a földet. Mondtam, mindig azt a példát tudtam felhozni, számtalanszor mondom azt a példát, hogy húzd végig a kezedet, az ujjadat húzd végig magad felé, tedd rá az asztalra az ujjadat, magadtól elég távol, és húzd végig az ujjad az asztalon. Az asztal szépen megvezeti az ujjadat, az biztos, hogy vízszintesen húzod végig. Mert az asztal alapja is vízszintes. De húzd végig úgy az ujjadat, hogy pontosan 1 cm az asztal fölött, de mindenhol 1 cm, amikor a marad felé húzod. Tehát még az ujjadat így leteszed a távol maradt az asztal fölé 1 cm-rel, és marad felé húzod, az soha nem lesz végig 1 cm. Hidd el nekem, pedig az ujjadat te koordinálod és te érzed, és a tiédé már néhány éve az ujjad, de nem fogsz tudni vele egy vízszinteset húzni marad felé, ugyanazt a műveletet kell megcsinálni, mint ennél a gépnél. Ugye van a lengőgém, ahogy húzod marad fel, a nagygémet emelni kell. Ahogy húzod marad fel az ujjadat, az altorodat húzod marad felé, a könyöködet emelni kell nyilván. Tehát a felkarodat emelni kell. Tehát csak ugyanúgy kettőt kell összeharmolni ott is, mint itt a géppel, és mégsem tudod megtenni. Nem tudod az ujjadat marad felé húzni úgy, hogy az folyamatosan 1 cm-re legyen, mindig végig 1 cm legyen az asztaltól. Ha leterítesz az asztal tetejére mondjuk 1 cm vastagon lisztet, 2 cm vastagon leterítesz lisztet, és egy spatulával próbálod lehúzni úgy, hogy csak 1 cm maradjon a kettőből, azt sem tudod megcsinálni. Mert nem érzed a lisztnek az ellenállását, mint amikor az asztalon húzod végig a kezedet. Tehát ez egy ilyen dolog. Ez egy ilyen dolog. Mi azért tudjuk ezt a gépen megcsinálni, mert ugye ez egy szakma, és ezt ugye meg kell tanulni. Egy csomó olyan dolog van, mindenféle szakmák megvan a saját fogásai. Egy asztalosnak, egy ácsnak, egy bármilyen köművesnek megvan azok a fogások, amit egy nem szakmabeli nem tud megcsinálni. Nem tud megcsinálni. Szoktam annak idején, amikor hát ugye apám az köműves brigádvezető volt, sógorom is köműves apám brigádjába élte le szinte az életét, sógorom, és ugye hát én nagyon sokat forogtam gyerekként köművesek között, rengeteg egy építkezést láttam, fatervít mindig gyerekként, és mindig azt néztem, hogy ahogy vakolják a falat. Ugye fölcsapja a fandlival a vakolatot a falra, egy kicsit meghúz, fölcsapja a vakolatot, egy kartesnivel elsimítja, utána pedig besimítja egy ilyen körkörös mozdulatot, amikor meghúzott, a körkörös mozdulatot besimítja. Ez azért szép és jó, de amikor a mennyezetet kell csinálni, a mennyezetre kell felcsapni a vakolatot, hogy ott is maradjon,
ott is el kell húzni, és ott is be kell sűríteni a fejed felett. A franc megenne. A rossz sem megenne egy mennyezet vakolásnál, ott a fejed felett. Fújj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 
olyan dolgok, amik ugye hát egyes szakmáknak a sajátosságai, meg kell tanulni, ezért szakma. Na jó. Látom, hogy László között hátul egy patkány szaladát, de nem látom, hogy kiszalad a túloldal. Beszaladt a patkány a Lánctaphoz, az kivégezte, most ott van a Lánctaphra a csillagkertje mögött a papucson rajta, az a kis fehér foltotta hátul a ízé mellett, a hajtómű mellett. Ott van a dörlött patkány. Beszaladt a Lánctaphba, beszalás. Beszaladt a Lánctaphba. Láttam, hogy szalad a gép Lánctaphba között, de nem láttam az innen oldalon elszaladni a másik. Bement a Lánctaphba. Ezt nagyon nyomta. Hihihi. Patkánykom van. Mi van, defektes az ön per, hogy jött a gumijavító? Ajaj. Úgy látszik, defektes. Patkánykom a rossz dolgokra tett. Beszaladt a Lánctaphba. De láttam is, hogy beszalad. Pont átláttam a gép alatt. I see it's run. I see it. Tieto možno. Tieto možno. Ki nyomta a belét neki? Ki nyomta a belét? Mi van, de fettes a izé? Nem látom, hogy a fettes lenne. Dömpel, mi van ebben? Mind a négy gumia rendben van. Patkány elvtárs elhalálozott. Még ő sem volt olyan kemény, mint a Lánctaph. Még ő sem. Ez egy nagyon jó gép egyébként, ez a 145-ös, ez már újabb fajta ráadásul, ez valami iszonyat jó gép. Nagy kedvencem nekem egyébként a 145-ös, de éveket dolgoztam vele,
hosszú évekre dolgoztam ilyen 145-ös Hyundai-jal. Nem kedvencem a Purtis motor, bár az van benne, de ebben nem volt vele problémám. Nagyon-nagyon könnyen kezelhető, nagy teljesítményű, gyors, erős, kényelmes. Viszonylag nagy a fülkéje is, rövid a fara, stabil, annak ellenére rövid a fara, stabil. I seen his run, that run is stuck.
Ez nem megy. Ez nem megy. Kérem szépen.
Maybe is live? Dead? No water? That thing. I hope it's coming through. Is digging there? Okay, no problem. Thank you.
go round, join Derek, they're doing the hotspots. So if you see Derek, what we call hotspots, contaminated, so that new man that's here, yeah, he's overlooking what you're doing, so he's dig down, then he'll say, yep, that's clean, and put it over onto Polly. Is Derek then? Yeah. See Derek, he'll show you what to do. Put that strap back in your car. Strap with here, it's put here. Okay. Strap, yeah? And the... It's need here, yeah? Okay. Good effort. No problem. Thank you. Okay. Kérem szépen, sült patkány, ja nem. Elfelejtettem tejet venni hozzá, mindegy. Vajos lekváros lenyér. Kérem szépen, ez a lekvár, csipkebogyó lekvár, kifelénk hecsedlinek mondják. Ezt egy nagyon-nagyon nehéz elkészíteni, ilyen szőrszita kell hozzá, meg tökön tudja mindenféle ilyen hokusz-pokusz. Szóval Kroatia, Horvátországból származik. Kérem szépen. És halál. Tehát a muzulmák is fogyaszthatják, mert hogy a halál az olyan, mint a... Vége a jó világnak. Új melót adtam a üdvösségtől. El kell mennem máshova holnaptól. Hát ez van. Nem közel, távol. Először kell menni a városon megint. Becsóba megyek. Becsóba. Kimberley mellett van valahol, az M3-as mellett van.